Szavasztok srácok! Ma ismét, ahogy mindig, Pupival fogunk egy közös kis kaja videót csinálni. Egy nagyon jó kis giga méretű töltött finomságot. Egy finom kis... Igen? Miki, kivel csinálsz videót? Hát a Pupival, hát mindig a Pupival csinálom a videókat, nem? Neked elment az össze? Hát itt már van. Már fél éve nem videóztuk együtt a Pupival. Nincs itt, Miki. Mi van, mit bámulsz? Ne nézz így rám! Nem, Miki, én Gololdi vagyok. Nem őrültünk meg! Mi van? Lepény lett az agyat helyén? Nem is létezem! Ne vigyorog, már így rám! Ne vigyorog rám! Menj ide! Mit tettem? Upszol! Mit tettem? Nem akartam. Hát szevasztok, hello! Ez itt megint egy újabb videó. Itt van velem Pupi, ugye? Mondtam, hogy itt lesz. Gigatöltött lepény challenge lesz. Hát meglátjuk, hogy egyikünk fogja tudni megenni, vagy meg tudjuk enni egyáltalán. Vagy a Pupi, vagy én, valamelyikünk megeszi. Ez is egy elég egyszerű kaja lesz. Ugye lepény az alapból egy ilyen, ugye egy lepény kenyér, az egy lapos kenyér jellegű dolog. Ezt fogjuk még betölteni, hasonló, mint a lángos, csak azért tök más, meg ugye nem bőolajba sül ki, hanem csak meg kell kicsit majd kapatni, sem mindegy. Össze kell dobni egy csirke paprikást, azzal fogom megtölteni. Szóval azért nagyon magyaros lesz. Egyébként boldog bolondok napját mindenkinek, aki tartja. Köszönöm a rengeteg köszöntést így bolondok napjára, nagyon jól esik. Úgyhogy elfogadom, köszönöm szépen. Vágunk hagymát, paradicsomot, paprikát. Ilyen chiliárd szószok lesznek az alapok. Én mostanában a pörköltet is minden csak ezzel csinálom, ezzel a egri bikavéres paprikás alappal. Úgy folynak nálam ezek a enyhén csípős pikány szószok, mint a Tibinél a Karolina meg a Moruga, mert hát ő meg egyébként két pofára zabálja ezeket a paprikákat. Én ezekre az enyhéknél maradok. Akkor kezdjük el a csirke paprikást. Hát akkor a szokásos módon, hát szerintem azért pörkölt az mindenkinek úgy ismerős, hát feltételezem, legalább merek bízni benne, hogy mindenki evett már, vagy legalább látott pörköltet, hallott róla. Paradicsom, paprika, hagyma, a Szent Háromság. Elsősorban fogom, én most rakok hozzá lilát, illetve zöld hagymát vegyesen. Van egy ismerősöm, és ő mondta, hogy a pörköltnek hát nem csak egy lényeges momentuma van, hanem egy dologra nagyon oda kell figyelni a pörköltnél, méghozzá az, hát nyilván a jó alap, ugye minden, mondjuk szerintem mindenre igaz, a élet minden részére, hogy jó alap nélkül nehéz bármit csinálni. Szóval ezért mondta azt, hogy nagyon-nagyon fontos a pörköltnél, hogy jó sok hagyma legyen benne. Ráadásul nem csak, hogy sok hagymát viszonylag, hanem vegyítem, mert lila és vörös hagyma is lesz. A Bocuse d'Or zsűrije nem érezné ki a különbséget, hogy nem érezné azt ki, hogy érzem, hogy ebben két lila hagyma van és egy vörös. Nem hiszem. Azt neki tudja? Lehet. Nem tudom, szerintetek amúgy ki lehet ilyet érezni, hogy most ez vörös hagyma vagy lila hagymával van csinálva? Simán a hagyományos módon felszeleteljük. Ugye így ketté elfektetjük, így csíkokra be. Ez úgy is szét fog valamennyire főni, de én mindegy, kockázzuk, jó? Én szeretem azt, hogyha nagyobb kocka, hogyha még olyan a végeredmény, hogy ki lehet venni így a textúrából a hagymát, hogy nem fő szénné, nem málik szét. Bár itt most egyébként annyiba különbözik a hagyományos csirke pörköltől, vagy bármelyik pörköltől, hogy én ezt most mindenképpen nagyon-nagyon sűrűre szeretném csinálni, mivel ez igazából töltelék lesz. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti hogy szeretitek egyébként a pörköltet, hígan vagy sűrűn? Ez ugye egy nagyon
kényes téma, főleg itt vidéken. Ez úgy örül, mint a hurka kérdés, meg a kolbász itt vidéken, mint a drogosok, hogy fú, hallod, van még az izének abból a tavalyiból, abból a anyagból, abból a tavalyiból, van még a tavalyi. Tudod, mennyi kéne, mennyi? Hát itt egy 3-4 kiló. Hú, nem tudom, még izéből van, a másikból, tudod, abból a puertorikóiból. Pálinka, meg a hurka kolbász, az itt vidéken ilyen. Mindenki úgy félti ugye a saját dílerét, hogy ki se adják, hogy hú, honnan van, honnan szerzed a hurka? Hát, én nem tudom. Mindenkinek megvan egyébként a hurka kapcsolata. A hurka kartellezés megy itt vidéken igazából, de most mindegy, ez most csak egy szösszenet. Ti hogyan eszitek a pörköltet? Mert érdekes módon a Hajné szereti bőléve, nem azt mondom, hogy levesesen, de ő szereti, hogyha jó sok leve van, és így azért folyik így a... Hát ez így elterül így a tárnyéron. Én viszont azt szeretem, amikor ilyen sűrű, már-már szinte főz, ilyen húsfőzelék jellege van. Legyen egy kis szaftja, ugye, hogy a tésztát, vagy a nokedlit azért úgy meg... áztassa azért kicsit. Alapvetően inkább én a ízére szavazok, inkább a sűrűbbre. Így szoktam, így. Most ugye így nem metszem direkt be, egyszer-kétszer, ugye nem akarunk annyira aprót. Találtam itthon ilyen különböző színű kaliforniai paprikát, hát igazából ez már ő maga se tudja, hogy mihez akar tartozni, a zöldhöz, vagy a piroshoz, vagy a sárgához, ezért ilyen mindenféle színű lett. Szerintem alapba rakok ebbe is, ezeket is ilyen kicsire föl fogom kockázni. Én úgy szoktam, hogy újjal benyomom egyébként a csumáját, aztán így ki lehet így szedni, ennyi. Fogom, így lefektetem a pociára, ráverek egyet, hogy kilapuljon, vagy kettőt. A színek színfóniája. Piros, fehér, zöld, jó van itt lila is. Hát ebből igazából talán a Fradi meg az Újpest színei is így összeállíthatóak lennének, úgyhogy látom, megférnek egy deszkán ezek, megférnek barát. Közben fölraktam a lábast, a lábasba fogok rakni zsírt, mert szerintem pörköltött, itt. Lehet bármit csinálni nyilván, de szerintem egyébként a legjobb az a zsír. Ez az. Na, egészet így egy az egybe bele fogom rottyinteni. Lehet, hogy sokak szerint ez nem jó ötlet. Közben itt van a másik főszereplő, a pupi. Kicsontozott felső combból csinálom. Ki vannak filézve, ezt így lehet kapni egyébként most már általában minden ilyen nagy bevásárló központban, vagy egyébként, hogyha hentest kerestek fel, akkor megkérjétek, akkor simán egy mozdulattal, az ügyes hentes egy mozdulattal kicsontozza. Most, hogy segítsetek egy kicsit levet engedni, megsózom, de csak így vékonyan. Így körülbelül ilyen ekkora darabokra fogom hagyni. Mert annyira nem hagyományos azért ez, szóval ez nem a klasszik semmiben, mert ugye mennek hozzá olyan szószok, amik ugye abszolút nem kiemelik így a klasszik csirkéből, a klasszik csirke megnevezés már nem fog annyira vonatkozni erre. Paprikás csirke ragú. Gombás, paprikás, csilis, csirke ragú, lepény. Szerű valami lesz. Csak így simán beledobáljuk őket, a husikat. Így. Ugye ennek is kell egy kis szín. Hagyjuk, hogy jól lekapjon. Amíg ez itt szépen rotyog, addig egy-két paradicsomot meghámozok, szerintem, hát kettő elég ebbe szerintem. Kettő paradicsom elég. És akkor ezeket én ugyanúgy szoktam, mint a hagymát, hogy így ilyen csíkokra, aztán kockára. Kis fokhagyma, amit majdnem elfelejtettem. De azt mondják, hogy amúgy eredetileg az igazi pörköltbe, ami ez most nem az, megint csak kihangsúlyozom, de az eredeti pörköltbe, az eredeti pörköltbe állítólag nem is kell rakni fokhagymát. Én úgy szoktam. Nem mindig, megmondom őszintén, valamikor elfelejtem. Milyen ízék vannak, ugye? Ilyen eltérések így minden háznál, meg minden pörköltet, amit kóstoltam, ugye szinte egyik se volt ugyanolyan. Hogy mennyire színesek így a konyhák, nem? Hogy most valaki például, mit tudom én, tök más sorrendbe rakja bele. Van olyan ismerősöm, aki nem rak abszolút paradicsomot. Egri bikavéres. Így, jó, bőségesen meglöcsoljuk. Így.
Kis bors. Én imádom ugye a frissen őrölt tarka bors. Az a kedvenc borsom, házi, füstölt, piros paprika. Ez is így megy rá. Én úgy szoktam, hogy így vékonyan rá a tetejére. Hát nem is annyira vékonyan, mert én nagyon-nagyon imádom a piros paprikát. És képzeljétek el, nemrégében találkoztam egy emberrel, aki nem szereti. Hogy lehet a piros paprikát nem szeretni? Ezt mondja meg nekem valaki. És akkor ezt most felöntöm egy kis vízzel, hogy azért úgy jó ellepje. Így beállítom így nagyjából ilyen kislángra, nem kell ennek itt tombolni. A lepényünk az nem egy kelt tésztás lesz, hanem egy ilyen, hát gyakorlatilag szinte egy ilyen sima kenyértészta. Ehhez nincs másra szükségünk, mint lisztre, ebből is körülbelül egy kilógra. A receptben 800 g volt, úgyhogy hát nagyjából szemmértékre lehet javítani, hogyha túl sűrű lehet hígítani, ha híg, akkor meg lehet sűríteni. Kelleni fog egy tojás bele, itt van a 800 g kolumbiai, megy bele egy tojás, ennyi szódabikarbóna, egészségünkre, ezt így bele, zuty, fél liter, ezt nem is direkt kimértem, kefír, illetve megy bele egy ilyen kis kubicányi, na mi ez? Nem törköly, majd el akartam lőni a törköly poén, de nem. Ez vaj, megolvasztva, így. És akkor ez, jó meg show, hát nyilván show. Azért mehet bele bőségesen. És akkor itt van a massza, a massa. Nem a Forma 1-es versenyző massza, hanem ez a kenyértészta-szerű dolog. Nagyon jó. Wow. Aha, ez az. Adja gyerekek, jó lesz ez. Ugye ezt keleszteni se kell, mert ez nem egy keltészta. Nézzétek meg, milyen szép lett, odani. Ennyi. Minden stimmel, minden. Ezek szerint nagyon jól satszolgattuk itt az arányokat, mert teljesen jó lett. De jól nézel ki, azt a mindenit. Majdnem elfelejtettem a gombát, ugye mondtam, hogy ez egy gombás téma lesz. Ugye fogjuk a gombákat, és felvágjuk ilyen... Na most elcsesztem. Nem, ilyen izékre vágjuk, ilyen cikkekre, vagy darab... Nem, izékre vágjunk. Szeleteljük. Legyenek szeletek. Ez egyébként barna csiperke. Szerintem sokkal finomabb. Valahogy sokkal intenzívebb íze van, én szerintem. Hú, már illata mennyivel erősebb egyébként. Ahogy vágom, sokkal erősebb illata van. Fölletek szeretelve a gombítók, úgyhogy akkor mehet beléje a pörkölt hőz. Így gyönyörűen mennek bele. És kavar, oj, de jó színe van. Ez a jó szín, ami már megfogja a lábast, az a jó szín, ami már ilyen. Na. Ugye a gomba is fog levet is engedni, úgyhogy és hogy nézem, nem is kell nagyon utánpótolni. Húsok azok már szinte kezdenek jók lenni egyébként. Azért ilyen nagyon szénnél nem akarom főzni. Én ide tejfölt már kikészítettem, és rakok bele ebbe az egészbe lisztet. Kettő liszttel egy ilyen, hát mennyi ez a tejföl, mennyi lehet? Nem sok, ennyi amúgy. De viszont kéne nekem ugye hőkiegyenlítés miatt, kell nekem annak a leve is, hogy belekerül ez a habarás, akkor ne ugorjon össze, és ne legyen olyan csúnya, darabos, ilyen menzás. Egy kis petrezselyem zölddel, csak egy színe miatt megkínálom. Bőlőforgatom így. Nice. Azt a de jól néz ki. Hát szerintem a sűrűsége az megfelelő lesz nekünk a tölteléknek. Főleg, hogy még hűl, ugye hűl is kifelé, úgyhogy ez jó sűrű lesz. Nem szeretném, hogy nagyon eláztassa
a tésztámat, úgyhogy megpróbálom átszűrni. Amennyi ezen átmegy, az átmehet. És így külön választani a sűrűjét. Azért csináltam egybe, mert lehetett volna ez hamarabb is, de azért csináltam egybe, mert én is szerettem volna a családnak is. És ők meg így magába szerették volna a pörköltet. Jó, én ezt így ide visszarakom. Ajánlatos egyébként mindig így felkeverni. Egy kicsit föl. Ú, de jó, gyerekek, ez szintiszta. Csirke pörkölt szaft. Ezt már szeretem, amikor taperolsz. Ja. Hogy kerültél ide? Hát hogy? Te itt voltál végig? Bizony. De hol a labda? Szavaztok, itt van Pupi bácsi. Sziasztok, visszatértünk, itt vagyunk. Ja, ezt elrakom a hónaj. Miki, Pupi hónaj. Nagyon finommal készült. Csak szólok, hogy... Hát, erre még ne promózz be, mert nem biztos, hogy finom lesz. Erről az alapanyagokba belecsemmegéztem, és nekem pozitív volt. Megvárjuk, hogy a rosszlap felhevüljön. Na, a lényeg az, hogy ugye elkészültek, itt láttátok a hozzávalók, elkészültek, az abban, hogy mindig kifordul ez a szar, és akkor így elkezdi, már azt néztem, hogy letompítja hangot, mert nézd, befordul ez a kocsog. Összerakjuk a lepényt. Ettél már lepényt? Hát egy-két lepényt ettem már, de amiben belekóstoltam, az nekem még újdonság. Van egy videó, amit mi már megcsináltunk, egy ilyen challenge, ezt már igazából én már raktam ki posztot, képet róla, szóval tudják már sokan, hogy lesz egy ilyen közös. Azt már fölvettük már vagy két hete, ezt a amiben belehaltam? Amiben Pupi majdnem belehalt, de akkor most leszpoilereztük, hogy mégis élsz. Akkor még várjál, most föltámadtál? És a szellem vagyok. Vagy ha föl... Mondjuk igen, most ugye ez egy izé, nem igen, tudom. Igen, most ki tudja, így megpróbálsz megfogni, és így... Meg lehet, hogy én is ezértem, kicsit mentálisan megzavarodtam, mert ugye ez a... A videó elején is volt, hogy mentális... Mit csinálsz? Ciciket fogdasol? Lehet, hogy megpróbálsz megfogni. Mentális csöcsöket? Virtuális ciciket, ugye VR szemüveggel. Ott már egyébként persze beszéltünk róla, hogy Pupi itt van, meg én meg úgy néz ki, hogy ugye fog szerepelni most mégiscsak, igen? Továbbiakban is. Kicsi meglisztezem ezt a... Nincs már az a igazi jó, nektek biztos van Pupi otthon, én nem... Én csak szeretnék olyat, az a igazi, jó, nagy, vastag... Na várjál most, hát bármi lehet, az a... Vigyázz, félre értetek. Deszka, ami lehet, tudod, mamáknak... Van. Én úgy szeretnék egy olyat. És már nem nagyon lehet, nem tudom, honnan lehet izé. Ezt is meg kell lisztezni, vagy olajozni. Jó, amúgy ez a megoldás is tök jó, amikor egy hirtelen verzió van, hogy mondjuk barátokkal kimentek valahol, és csak egy padban és egy ilyet kitenni. Hát jó, csak tudod, ennek kell egy olyan, amin ki tudod nyújtani, mert... Hát nem tudom, Pupi, ez az, hogy lehet, ez nem is lesz annyira giga. Ú, de nagyon jó sikerült ez a tészta. Hallod, szerintem az egyik legjobb tészta, amit eddig csináltam. Ez nagyon jó izé, annyira jó gyúrható. Hogy hűtjük ezt ki, Pupi? Na bazdmeg. Na látod, kellett volna hamarabb gondolkozni, mert... Vagy elősüssem és utána töltsem be, amikor már kicsit keményebb, ugye, mert ez meg fog pirulni remélhetőleg. Miért rendes? Majdnem, mint a pizza tészta, tényleg olyan. És nagyon jó, nem tapad, nem izél. Az az ötletem támad, Pupi, hogy én ezt átrakom egy sütőlapra, sütőpapírra, és... Ez jó. Hogyha esetleg nem is tudjuk leszedni, akkor lehet, hogy sütőbe sütjük. Hát igazából ez egy jó izé lesz, lepény, egy ilyen jó, hát több mint fél kiló, főleg, hogy meg is töltjük azért bőségesen. Így, és akkor ide, hú, így látszik, fain. Ne dereld, Miki, ne dereld. Ez nem kell, ez fele. De mert még van két adag itt egy adag, ott egy adag. De csak izé, ez fele-fele elvileg. Szóval a maga a csirke rész, az fele-fele. Hát én nagyon kíváncsi, szerintem ebből elhiszed, hogy ebből sütő lesz a végeredmény? Ez most lehet, hogy sokatoknak furcsa lesz, meg még nekem is, hogy csirke paprikásra, de én azért, hogy ilyen krémes legyen és hát össze legyen tapadva, szóval így megsajtozzuk, aztán elméletileg mehet így. Így, és akkor így összezárjuk. Én nem maradtam, mert én azt hittem, hogy fogod, és mint egy ilyen tortilla, vagy valami gyrosz, vagy falafel, vagy tudom, és ilyen negyedbe hajtod. Ja, ne! Egy romantikus batyú. Húha, Pupi, romantikus. Várj, hát nézem meg, és fog ez így sülni? Ha, hogyne. Gyerekek. Biztos? Halljátok? Ha ők közelebb, hogy a mikrofonban benne legyen a sertegés? Serceg. Hát nem tudom, így még nem próbáltam használni soha. Szerintem azért tökéletes lesz. Hát akkor elkezdem a tiédét is
A telepényed. Az nem az ennyi, mi amit most, ami most... Hát attól függ, hogy sikerül akkor az enyém, hanem akkor tiéd. Várj, de a szózt, azt hogy az külön? Azt majd a végére, persze. Oda kapsz egy kis... Na, figyeljetek, hogy azért... Nem csalom ki a tiédéből. Ne hihezzek, mert... Nem hagyom ki a tiédéből, se ne izgulja. Opa, egy kis darabka, várj, visszarakom. Mondjuk el, hogy munka után vagyok azért. Igen, amúgy azért is csatlakozott a pupi ilyen későn, így a főzéshez, mivel ugye délutános voltál, ugye? 12 órás műszak van nálunk, reggeles, meg éjszakás van. Igen, úgyhogy a pupi hát ilyen későn tudott csak ide csatlakozni hozzám. Jobb később, mint soha, ugye? Hát most jelen esetben gyerekek. Most ettél ma már valami? Vagy ettél? Mikor ettél utoljára? Délbe. Az jó, én is valahogy úgy. Oda se nézed, nézd. Úgy csipkedem. Én ilyen csipkelődős vagyok. Te nem zongoristának készültél előző életedbe? Hát... Vagy lehet, hogy szerencsejátékos vagyok. Nem. Senki ne játszott szerencsejátékot. Innen már nincs visszaút. Sülnek a lepényeink. Így. Hopp, hopp. Miért éppen lejött? Lehetjátok? Eddig... Ajja, az már kemény. Már érzem. Igen. És jön a varázslat. És mint a... Simán átforgatjuk. Így. Letesszük, levesszük. Oda néz. Várj. Ez hogy örök. Na, megy is vissza. Hát ugye most lesz, mert ugye ott van a töltelék, szépen óvatosan. És amúgy észrevettétek? A papírral simán ráhúztad. Gyönyörű. Na, hát ugye mivel díszítsük? Na, hát mivel ne? Ugye maga a szafttal. Úgyha rácsorgatok a szaftból. Én 50%-osba csörgetném. Igen? Csorgatnám. Figyelj. Így. Mondjuk ez egy kicsit furán néz ki. M betű, mint M, mint Miklós. Látod? Ezt direkt így csináltam. Tü-tü-tü. Így. Jó cucc az új hagymuska. Aggig a lepény. De jó illata van. Oh, baszki, ezt fel akarom vágni. Ezt úgy fogom csinálni, hogy ráézzélek, így jó bőségesen. Így. Oda néz, mint a pitéti. Ez a jó megoldás! Ez a jó! De jól néz ki! Akkor... Akarsz valamit énekelni? Szóval mikrofoncsere. Ja. A rodeszemű ember. Hallod, azt lehetne pizzaként árulni, vagy ilyen? Hú, van is valami hasonló pizza, amilyen... Ilyen töltöttek szoktak lenni. Igen. Ilyen batyus. Ó, várjál, nézzük meg, hogy én tudom így... Hallod, mint kijött, mint a pizza szelet. Gyönyörű. Annyira jó lett ez a tészta. Kijött, mint a pizza szelet. Gyerekek, nézd meg, hát ez a... Egyik legjobb alkotásom eddig. Ah, úgy, igen. Miért ennyire jó? Hát esküszöm, ezt ágosítani kéne ilyen izébe valami street food bódéba. És jó, nézd meg, hogy elsült. Tényleg, mint a pizza tészta, jó. Na jó. Akkor kicsit ilyen izébe veszem. Kicsit hardcore-abból veszem. Nézd meg, és tényleg lepény. És ráadásul úgy érzem, hogy igazából is tudja az ember magát engedni. Hogy kreativitásból, hogy... De most ugye pipiből készült. De igazából úgy érzem, hogy ebben a pitében bármit be lehet tölteni, hogy a malaszkát akartok, esetleg darált húsos, gombócos, falafel jellegű trükközés. Lehet ilyen túrós, tejfölös, kolbászos. Túrós. Na, nyissak egy lepényezőt. Ez nagyon jó lett. És nézem, hogy ez jó, hogy mondjuk egy ilyen, ugye ez egy ilyen csirke paprikásos lepény. De tényleg megpróbálok egyszer szerintem egy jó ízét, valami marhásat. Ilyen ízés, vagy akár az is lenne, hogy steak, steakkel megtölteni. De sütni el össze külön, tudod felvagdosni a szeletekkel? Az lehet, hogy a giroszos jellegű steakkel? Giroszosat is lehetne akár. És akár marhából is. Annyi talán, ha látok egy kicsit kritikus, Miki, engedem, hogy ugye rá, itt ebben az esetben ugye ráengedtük a szószt,
Viszont a szósznak ugye van egy olyan tulajdonság, hogy a ropogós tésztát kicsit bepújítja. Úgyhogy ezért a jövő esetleg, hogyha magatoknak csináltok, talán egy kicsit óvatosabban kell benni, el kell dönteni, hogy szeretitek-e a ropogós tésztát. Vagy mátrogatósban. Vagy átítatja, hogy külön a mátrogatós mellé, de ez ugye mindegyik ötök már saját ízlése. Hát most csak így a tárolás miatt, hogy jobban nézzen ki, de egyébként... Igen, csak úgy... Persze, jó van. Amúgy akartam mondani, hogy ne középre bedugnám, ide valahova. Akkor lehet tunkolni, Kubi. Ez vegán is akár. Ha valaki ilyenre vetemedik, hogy vegán lepén. Rendesen úgy erizeltem azt. Már nincs bennem az a lendület, mint az elején. Tényleg jó lett volna a gyomban. Nem tudom, annyira gyorsan telelettem. De hamar, miért? Miki megjegyezte, megkérdezte, hogy hogy lehet ilyen gyorsan teli. Erre én nem válaszok szóba. Nekem még 50% megvan. Mikinek meg a utolsó negyednek a fele? Hát de... Hogy lehet valaki a gyorsan most tenni? Már érzem, hogy tele vagyok. Milyen alszok van ez a bubi? Haza viszem? Ja, én tudom vagyok. A lényeget azt kiszedem. És izéje van. Képzeld a pörkölt alapba. Izével húztam fel az alapot. Egri bikavéres szósszal. Nem mondod. Az az egész alap. Alap lé. Abban amúgy egy baromi intenzív ízt tud adni. Összízportos. Tényleg nem veszem magam. Most volt éve baráti összejövet, nem összejöttök. Pár ismerős. Most nincsen a barátaim. Nem rólad beszélek. Ebből szerintem mennyit adnék, hogyha lepényezőm lenne? Normálnak? Egy ekkorát. Vagy még talán... Ebből, mert ez tényleg nagyon, azért ez, ebben van anyag, szóval ez nem az a papír, hogy kifújja a szél a kezedből a utcán, hanem ezt azért, ennek van súlya, meg van benne tömeg. Az a baj, hogy ezeket nehéz úgy összehozni jól. Ha a felének a felét, ugye 3/4-ig el tudnék venni harcba, kemény küzdelembe, de gyerekek, én most értem jól magamat, megmondom őket. Ez szerintem sosem ők ilyen nézők között. Elfejtettem valamit. Jó van. Jó. Isten éltessen. Köszönöm szépen. Április elsőjét. Még egyszer mindenkinek kellemes április bolondját, ne prenkeljétek meg a hozzátartozóitokat. Na jó, be! Prenkeljétek! Kicsit! Vigyelj, ez egy... Honnan ered az április íze? Ez milyen? Mi ez? Most egy olyat kérdeztél, amiről... Amire te se tudod. Semmi, de még elképzelésem sincs. Viszont ezt megírhatnátok, ez engem is érdekel. Április bolondja, írja már meg, hogyha valaki... Ez engem is érdekel, és nem is keresek rá otthon addig, mert kíváncsi vagyok a véleményeitekre. Illetve legyetek hagyományőrzők, de esetek túlzásba, egy kicsit adjatok az ismerősöknek. Hát egy kicsit azért elbóckodtok. Úgyhogy folytatódnak egyébként, majd lesz közös videó is. Lesz közös ülés. Ja, az nem lesz. Most is közösen ülünk. Mondjuk ez is igaz. Ez is igaz. Együtt leszünk egymással. Ő is egymással, és én is egymással. Köszönöm, ez így nagyon szépen adott a végére. A linkek a leírásban, ahol tudtok még követni, meg nézelődni mindenfélét. Vicceljétek meg a kedves ismerősöket. Prenkelni! Sziasztok! Sziasztok! Erőt, egészséget, kitartást! És boldog április elsőjét! De amúgy lehet, hogy most április 3-án lesz április elsőjén. Az is április elsője, úgy veszük. Nézőpont kérdése.